A pünkösdi ünnepek miatt sokan a megszokott kettő helyett három napot pihenhettek otthon, de van egy család Baján, amelynek minden hétvége hosszú hétvége. Katinka debreceni sikereit a Hosszúklán hétfőn egy halászlé elkészítésével és elfogyasztásával ünnepelte. A munka dandárja ezúttal is az édesapáé volt. Hát ez teljes mértékben apa feladata, hogy a halászlevet pont most ugye megkérdezem, hogy hogyan keveri. Hát ugye nem kell keverni, úgyhogy ennyire értek hozzá. Most esetleg aki ismer, azt tudja, hogy az én drága édesapám halász volt. Tehát én egy olyan családban ültem föl. Most ezt nem azt mondom, hogy én főzöm a legjobb halászlét, viszont szeretjük, amit főzök. Ezt mindig együtt készítjük el apuval, hát inkább én vagyok a szántsegédje, mondhatom így. Ez a mi így konkrétum. A többi az mindig változik, hogy mit csinálunk éppen. Én úgy gondolom, hogy a baja halásznak nincsen titka. Egy nagyon fontos, hogy hal kell bele. Az én drága édesapám mindig azt mondta, nem kunsztokat kell csinálni, hanem jó sok halat beletenni, és akkor tényleg finom lesz. Ezt mondtad, hogy az olimpián előtt két héttel jössz haza, akkor lesz a halászlét főzés. Gondolom, ez kimarad, nem? Ő valószínű, hogy kimarad, mondjuk. Róma előtt én azt hiszem ott voltam a halásztéfőzőn, úgyhogy hát nem tudom, hogyha itthon leszek Baján, akkor lehet, hogy kinézek, de én szerintem akkor én már edzőtáborban leszek. De rátérve az úszásra, Katinka három számban is Európa bajnok lett, hiszen a 200 és a 400 vegyes után az utolsó nap 200 pillangón is győzni tudott. Elég lehet vagyok azért, tényleg a mezőn szerintem annyira nem volt erős, úgyhogy azért inkább az idők azok többet mondanak szerintem, mint az érmek. A 400 vegyes időeredménye szerintem az elég biztató. A 200 pillangóval is mondjuk meg vagyok elégedve. Szerintem a 200 vegyesen még csiszolni lehet bőven. Mondjuk jó, most még úgymond a habatortán az lett volna, hogyha a váltót is meg tudták volna nyerni, a sajnos ott nem úgy sikerült, de én szerintem maximálisan elégedettek lehetünk. Most addig hozzáteszem, ezt a Kata is többször elmondja, hogy olyan messze menő következtetéseket ebből nem kell levonni ebből az EB-ből. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen erőfelmérésnek nagyon jó volt itt az olimpiai felkészülés közepette, hogy jó úton haladnak. Így beépítettük a felkészülésbe ezt a versenyt, de azért jöttem csak az EB-re, mert itthon volt. Tehát amikor megtudtam, hogy itt lesz Magyarországon, akkor döntöttem el, hogy jövök előtte, úgy terveztem, hogy kihagyom az Európa-bajnokságot. De iszonyatosan nagy élmény volt, én nagyon örülök, hogy eljöttem, és ott úsztam Debrecenben. A közönség nagyon-nagyon jó volt tényleg, ahogy szurkoltak, iszonyatosan jól esett. Azt szeretném mondani, hogy nem tudom, hogy láttátok-e, hogy a pillangó után a Katinka így ezt mutatta. Ezt Amerikában így mutatják a hármast. És amikor az NBA-ben valaki három pontos szerez, akkor is fut vissza, akkor ezt mutatja, hogy három pontos szerzett, és a Katinka ugye három aranyérmet szerzett, és akkor amiatt mutatta ezt a jelet. Hát az olimpia az iszonyatosan erős mezőn lesz, hát ugye mint mindig, hát mindenki ugye az olimpiára lesz kihegyezve, úgyhogy nagyon jól kell úszni. Információink szerint a hal nagyon jól sikerült, így Katinka a másnapi visszautazás előtt egy kicsit feltöltődhetett a hazai ízekből. A londoni szereplésről pedig annyit, hogy a család az olimpián három helyett egy aranyéremmel is beérné.